A béremelés a legfontosabb eleme annak, hogy újra vonzóvá tegyék a pedagógus pályát, állítja az MSZP. A párt szerint a kormány 11 év alatt ennek érdekében szinte semmit sem tett, aminek óriási tanárhiány lett a következménye. A stúdióban Kunhalmi Ágnes. Az MSZP társelnöke, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. Jó estét kívánok. A témánk előtt országjárásba kezdett, beszéljünk egy picit erről is. Elhanyagolja a 18. kerületet? Nem, nagyon sokat vagyok ott is, de hát két sapkám van, és ezt a 18. kerületi lakosok tudják, és figyelik is azt, amit országosan csinálok, sőt, amikor én 2014-ben a 18. kerületbe indultam először, és akkor csak 56 szavazattal kaptam ki, egy nagyon magas részvétel mellett, akkor is tudták, hogy egyébként országos politikusként oktatással is foglalkozom, azóta már pártelnök lettem, tehát egyszerre várják el azt, hogy például a kerület sorsával, ügyeivel foglalkozzam. Éppen ezért ma nagyon szomorúan láttam, hogy az általam a költségvetéshez benyújtott 18. kerületi módosítókat rendre leszavazta a Fidesz. Ez nagyon szomorúan látom. Ahogy Ungár Péterét pont erről beszéltünk. Így van, tehát, hogy így van, és hogy nagyon rossz az, hogy sem az Üllői út nem lesz felújítva, sem más egyéb beruházások, amikre pénzt kértem a kormánytól, pedig a 18. kerületi lakosok, mint peremkerület, nagyon megérdemelnék a fejlesztéseket. Eddig csak a fővárostól kaptunk pénzt. Egy mondat az előválasztásról, a Jobbik önt támogatja a kerületben, nem indítanak ön ellen senkit. Kikkel van még versenyben? Már csak a Demokratikus Koalícióval. Öt párt úgy gondolta, hogy, és azzal indokolták, hogy támogatnak engem, többek között Jakab Péter is, hogy pont 2014 után, amikor nagyon picivel maradtam le, 18-ban már meg tudtam nyerni a kerületet, akkor még mindig kétharmada lett a Fidesznek, mert ugye nem volt teljes országos összefogás. Engem látnak arra legalkalmasabbnak, hogy újra legyőzzem, és azzal a szemlélettel, azzal a filozófiával, amihez én az emberekhez állok, ez a csapat egyetért, úgyhogy lényegében mindenki támogat, csak a Demokratikus Koalíció nem, de hát 4 évről 4 évre éli egy politikus az életét, egyenes gerincsel és becsülettel végigcsinálom az előválasztást, és bízom abban, hogy újra én állhatok a Fideszessel szemben, és megverhetem őt újra. No, térjünk a béremelésre át, hogy a béremelést ígér a pedagógusoknak az MSZP, az LMP is egyébként, vasárnapi közleményükben jelentették ezt be. Nehéz lehet azért most az ellenzék pártjainak úgy ígérni, hogy ne kapják meg rögtön azt a kérdést, amit én is felteszek, hogy jó, hogy ezt ígérik külön-külön, de a többi ellenzéki párt is ezt fogja ígérni? Ugye együtt fognak, közös programot csinálnak, tehát megegyezés van ebben? Igen. Na és milyen béremelés lesz akkor ebben a közös programban? Egy picit bővebben kifejteni. Az MSZP már nagyon régóta mondja, hogy azt a galátságot, amit a pedagógusokkal elkövettek, hogy megígérték nekik Orbánék, hogy azt a bizonyos vetítési alapot és ezt a tanártársadalom nagyon jól tudja, ahonnan indul az ő bérüknek a számítása, hogy milyen iskolai végzettsége van, hány éve van a pályán, úgy rakódnak szépen rá a fizetés, úgy emelkedik évről évre. Azt a mindenkori minimálbérhez köti, ezt Orbán megígérte, de azzal lendülette a következő évben, jól emlékszem, el is vették. Ez egy nagyon nagy sérelme a pedagógus társadalomnak, erre a szakszervezetek is és a pártok is felhívták a figyelmet, úgyhogy biztos, hogy az első és legfontosabb ígéretünk, hogy ezt újra hozzá kell kötni, ezt a vetítési alapot a minimálbérhez. Ebben egyesség van ebben egyesség, minden pár között. Ha maradt volna a minimálbérhez kötött emelés, vagy mondjuk most az lenne idén, akkor jövőre, mennyivel, csak hogy értsük, és nézők is, mennyivel emelkedne a pedagógusok bére? Ugye a minimálbér 3,4%-kal emelkedik jövőre, ez százalékot tudok mondani, hogyha ezt megkapnák a pedagógusok, és mi nem úgy ígérjük egyébként, hogy majd részletekben, hanem egyben, mert ennek úgy van értelme, ez körülbelül egy 30-35% körüli emelés jelentene azonnal a pedagógusok. És utána, tehát ez a 30-40% az hány évre visszamenő? 14-ig? Vagy mikor szüntette meg a Fidesz ezt pontosan? Ezt még a legelején a ciklusának, még ez a Hoffmann Rózsa egyik fontos ígérete volt. 10-11-ben, az életpálya modell után. Igen. Szóval a bér az minden szinten, ahogy Ungár Péter is említette, és aztán Juhász úr is ráerősített, hogy bizony az állami alkalmazottakat nem lehet jó szolgáltatásokat nyújtani, és ami a legdurvább, hogy a pedagógusoknál is hatalmas az elvándorlás. Tehát egyre kevesebben jelentkeznek pedagógusnak, hatalmas mennyiségű pedagógus fog nyugodni,
nyugdíjba vonulni, miközben az első 3-4 évben is nagyon sokan elhagyják a pályát, tehát akár a rendőröknél, akár a pedagógusoknál, akár a szociális szférában dolgozóknál muszáj bért emelni. Én nem azt mondtam, és itt a felvezetőben azért hagy korrigáljam, ilyet soha nem mondtam, sem én, sem az MSZP, hogy a Fidesz nem tett semmit az elmúlt 11 évben a béremelésért. Medgyessy Péter, tehát szocialista kormány alatt is volt egy átlag 50%-os béremelés. Ezt megcsinálta a Fidesz is, az más kérdés, hogy milyen feltételek mellett, most ebben nem menjünk bele, és hogy kinek lett a nap végén több vagy kevesebb a bére, és ezért mit kértek a központosítással és egyebekkel, de azt látjuk, hogy egyébként azért 11 év már mégiscsak eltelt, és még mindig nagyon alacsonyak a bérek. Egy picit azért menjünk bele abba, amit említett, hogy a Fidesz mit csinált. Tehát igen, azt mondja, hogy 30%-os béremelés, visszamenőleges, de ez egy egyszeri béremelés lenne, ebben van egy megállapodás. Már úgy egyszerű, hogy egyszerre kapják. Egyszerre, világos, egyszerre. Nem egyszeri, egyszerre. Egyszerre. Na de a többivel akkor mi a helyzet? A bértáblát, ami most van, azt az életpályamodellt, ami most van, a minősítéseket, ezt megtart. Tanák, vagy ezt hogyan alakítanak? Hát a bértábla az ugye, és itt azért mondom a vetétési alapot, mert a bértábla az egymásra rakódó bizonyos szempontok alapján, az előbb próbáltam utalni rá, kinek mekkora a végzettsége, ki mennyi éve dolgozik a pályán, hány diplomája van, stb. Tehát ezektől is függ. Akik a tanár, tehát az iskolai szakmában a tanárként dolgoznak, ezt tudják. A vetítési alap, azaz az alap, ahonnan ez indul. És ezért azt emeljük meg, azt kötjük hozzá a mindenkori minimálbérhez, tehát, hogy az emelkedik, akkor ugyanúgy automatikusan emelkedik. Az nem jelent... az lenne a többi része a béremelés. Tehát ez végig fut úgymond az egészen. Az nem jelenti azt, hogy egy kormány nem dönthet úgy, hogy ezen felül még egyébként ő, akár a nyugdíjasoknak, akár a pedagógusoknak ad még plusz-pluszt, de ez egy egyedi döntés. De itt ez egy olyan közös vállalásunk, amit muszáj lesz megcsinálni ahhoz, hogy a pályán tartsuk, de... Most volt pedagógusnak, még egy mondat. A bér az egy fontos, de nem elégséges feltétel ahhoz, hogy valakinek vonzó legyen a pálya, hogy pedagógus pályára menjen. Az egyik legfontosabb eszköz a mindenkori kormány kezébe és a társadalom megbecsülése szempontjából. De ha egy rendszer központosított, hogyha nincs szabadság, hogyha egy fortélyos félelem miatt meg kell felelni egyfajta állami elvárásnak, hogyha működik az, hogy egymást figyeltetik a pedagógusok, hogy központból akarják megmondani egy kiskumajsai gyereknek is, meg a második kerületi budai gyereknek is, hogy mit kell tanítania. Megszüntetni? Ez a központosítót? A klikket mindenféleképpen meg kell szüntetni, és utána ki kell alakítani közösen a szakmával egy olyan rendszert, ami fenntartható, finanszírozható, kiszámítható, szakmai, és visszaadja a szabadságnak azt a fokát, hogy tanár és diákja szabadon kiteljesedhessen egy oktatási rendszerbe. Kunhalmi Ágnes, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget.